Július 16-tól már erre az errollerre is kötelező biztosítást kötni a tulajdonosának, ha annak sebessége meghaladja a 25 km per órát. Amennyiben ennél lassabb, de a saját tömege több a 25 kg-nál, és a legnagyobb tervezési sebessége a 14 km per óránál gyorsabb, szintén indokolt biztosítást kötni. Ehhez azonban több adatra is szükség van. Ami meglepő, és amit kérek is, hogy vegyünk figyelembe, hogy ez is egy jármű. Igaz, hogy eddig csak egy elektromos eszköznek tekintettük, és igazából senki nem foglalkozott azzal, hogy milyen paraméterei vannak ezeknek az eszközöknek, viszont biztosítást kell rákötni. Szerződés készül róla, kötelezettséggel jár együtt, tehát kell az, hogy legyen alvásszám, vagy széria szám, legyen típus, és legyen meg a járműnek a legnagyobb tervezési sebessége, illetve a súlya. Ugyanis meg kell néznünk azt, hogy kell-e erre egyáltalán biztosítást kötni, vagy nem. Mert ha kötünk olyan eszközre biztosítást, amire egyébként a törvény nem teszi kötelezővé, akkor befizetjük a díjat, de egy károkozás esetén a szerződés nem fog életbe lépni, nem fog a biztosítást téríteni rá, hiszen arra nem kötelező ezt megkötni. Az e kötelező biztosításának ára akár csak az autóknál széles mozog. 12 biztosító ad ajánlatot ezekre az eszközökre. A legolcsóbb 5040 forint körül van, míg a legdrágább a 468 ezer forintot is elérheti. Az egyéves díjat, melyet egy összegben lehet fizetni, ugyanazokra a paraméterekre szabta a biztosító. Az egyik biztosító azért ad kedvező díjat, mert ő szeretné ezeket a szerződéseket, a másik biztosító azért ad egy magasabb összeget, mert ő úgy ítéli meg, hogy ezeket nem nagyon szeretné, ad rá díjat, mert a törvény kötelezővé teszi, de igazából a díj alapján szerintem a szándék egyértelműen átjön nekünk. Ennek elsődlegesen az lehet az oka, hogy jelenleg még hiányoznak az ilyen járművekre vonatkozó kresszelű így a kockázat valódi mértékét sem lehet pontosan meghatározni. Az e-rollerre kötött felelősségbiztosítás ugyanolyan, mint az autóra kötött biztosítás. Abban az esetben lép életbe, ha másnak kárt okozunk. Éppen ezért a rollereseknek balesetbiztosítás megkötésével érdemes a saját biztosítási védelmükről is gondoskodni.